Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, népzenével és néptánccal foglalkozom. Immáron 15 éve táncolok, 15. éve táncolok, 5-6 éve kezdtem el a népzenét, és emellett ez az első alkalom, amikor kisbírói pályafutásomba is belekezdtem. Figyelem, figyelem! Asszonyságok, uraságok és apró parancsok! Adatik tudtára mindenkinek, hogy Békés megyében magán a híres neves serés csülökparádét nemzeti fesztivál szerveztetik! Mindjárt a bejáratnál mesteremberek, asszonyságok kínálják míves sportékáikat! Vásárfia nélkül haza ne térjenek! Mellettük a sátorban, a fesztivál színpadán táncos lábú leányok és ifjak társaságában mulathatják idejüket. Ha a leányok, legények elfáradtak, aranytorkú énekesek dalolnak, muzsikások muzsikálnak, mesemondók mesét mondanak. De nem is mondom tovább, menjenek és keressék meg a Nemzeti Fesztivál színpadát, és szemükkel, fülükkel győződjenek meg arról, hogy igazat mondtam. Zenélek zenekarokban, táncolok táncegyüttesekben, és nagyon szívesen veszük a felkéréseket műsorokra. Annak idején a 95. szeptemberében, mikor elindult a művészetoktatás, ezáltal kijártam a művészeti oktatás intézményt, Gyulán kezdtem táncolni, majdan, amikor felkerültem a Bartók Béla Zeneművészeti és Művészeti Szakközépiskolába, ott elkezdtem a tánc mellett zenélni is. Tanultam különböző mesterektől zenét, és így ezáltal megmaradt ez a szeretet. Néptánc és a népzene szeretete. Népi erdélyi brácsán, háromkúros brácsán játszok, emellett ütőgardon, népi dob, ami megfordulnak a kezeim között.